Jó napot kívánok! Ma a szerves kémia tételekből a karbonsavak, szappanok és detergensekhez kapcsolódó feladatok megoldási lépéseit fogom bemutatni. Nézzük tehát akkor az első feladatot, amely a következőképpen szól. Számítsa ki 250 ml két mólos káliumhidroxid oldattal reagáló 15 tömegszázalékos ecetsav oldat tömegét. Reakcióról révén szó, akkor az első lépés az, hogy felírjuk a reakciót ecetsav, a káliumhidroxiddal keletkezik káliumacetát és víz. A következő lépésben ki fogjuk számolni a káliumhidroxid oldatban a feloldott káliumhidroxid mólok számát. Ezt lehet képlettel is, vagy pedig hármas szabálya. A képlettet választva megkapjuk, hogy 0,5 mol káliumhidroxid van feloldva az oldatban következő lépésben a reagáló ecetsav tömegét fogjuk kiszámítani, amelyhez a reakcióegyenletet használjuk fel. Reakcióegyenlet szerint ugye egy mol ecetsav reagál egy mol káliumhidroxiddal, mivel az ecetsav tömegszázalékos koncentrációt kéri, tehát gramban fogunk dolgozni, Reakció egyenlet szerint, 60 g ecetsavhoz 1 mol káliumhidroxid szükséges, akkor a 0,5 molhoz látható, hogy a fele ecetsav lép reakcióban. A továbbiakban az ecetsav tömegét fogjuk meghatározni, felhasználva a feladatban megadott koncentrációt. Itt hármas szabályjal dolgoztam, felhasználva azt, hogy 100 g oldatban 15 g ecetsav van, akkor a 30 g ecetsav, kiszámítva az emmet, megkapjuk, hogy 200 g ecetsav oldat szükséges ahhoz a megadott káliumhidroxid oldat semlegesítéséhez vagy reakciójához következő feladatunk, szintén az ecetsavhoz kapcsolódik, és pedig az ecetsav és kalciumkarbonát reakciója, ugye, ami a mészkő meg a krétához is, képletéhez is hasonló, során 56 liter gáz fejlődött normál körülmények között. A feladat csak ki a reakcióban elhasznált 0,2 mólos savoldat térfogatát és a 20% szennyeződés tartalmazó kalciumkarbonát tömegét, tehát a reakcióban felhasznál kalciumkarbonát az nem tiszta. A feladathoz tartozó reakcióegyenlet a következő, két molecet sav reagál a kálciumkarbonáttal, keletkezik a kalcium acetát, széndiokszid és víz. Hát tudjuk, hogy szénsav, de az instabil és felbomlik. Első lépésben kiszámítjuk a fejlődött gáz széndiokszidnak megfelelő ecetsavnak a mol számát, és azért mol számot, mert a, itt a savoldat mol koncentrációban van megadva. Reakci egyenlet szerint 2 mol ecetsavból keletkezik egy mol széndiokszid, aminek tudjuk, hogy normál körülmények között a térfogata 22,4 liter. Akkor az 56 liter széndiokszidhoz kiszámítjuk az ennet, és megkapjuk, hogy 5 mol ecetsav lép reakció. Jobba. Következő lépésben az ecetsav oldat térfogatát határozzuk meg. A mol koncentráció segítségével itt is a képletet alkalmaztam, ahonnan kiemelve a vét és behelyettesítve az megadott adatokat, megkapjuk, hogy 25 liter ecetsav oldat szükséges ahhoz, hogy az a térfogatú gáz keletkezzen. Következő lépésben a kalciumkarbonátot kell meghatározzuk, ehhez megint a reakcióegyenletet alkalmazzuk, vagyis két mol ecetsav reagál egy mol kalciumkarbonáttal, melynek a mol tömege 100 g, akkor az 5 mol ecetsavhoz szükséges mennyiség a 250 g kalciumkarbonát. Ez a tiszta. Nekünk szennyezett kalciumkarbonátunk van, és mivel 20%-os szennyeződésű, akkor azt jelenti, hogy 100 g-ban 80 g a tiszta kalciumkarbonát, akkor az előbb kiszámított 250 g kalciumkarbonátnak megfelelő szennyezett kalciumkarbonát az X 312,5 g. Következő feladatunk egy észterezési reakció, ezt azért választottam, mert előszokott fordulni ilyen feladat is az érettségi tételek között, ahol a kilencedikben tanult egyensúlyi állandót kell felhasználni. A feladat a következő. Egy észterezési reakcióban 2 mol ecet savat és 3 mol etanolt használtak. Tudva azt, hogy 1,5 mol észter keletkezett, határozza meg a kapott keverék mol százalékos összetételét. Először is felírva a reakció, ecetsav az etanollal keletkezik, az etilacetát és a víz. A táblázatba foglaltam a az adott mennyiségeket molban, és pedig az első sorban a bevezetett mol szám, ugye, ami kiindulunk a feladat szövegéből, 2 mol ecetsav és 2 mol etanol. A termékek azok nem bevezetettek, tehát nincs termékünk. Következő sorban egybeírtam a reagáltat és a keletkezett a termékek mol számát, és pedig ecetsavból ahhoz, hogy 1 mol, 1,5 mol észter keletkezzen, a reakcióegyenlet szerint láthatjuk, hogy mindenhol 1 mol reagál 1 mollal, 1 mol keletkezik, és 1 mol víz, tehát azt jelenti, hogy ecetsav is ehhez szükséges, 1,5 mol, etanol 1,5 mol, a keletkezett észter 1,5 mol, a víz 1,5 mol. Az egyensúly beállta után megmaradt mennyiség, azt úgy kapjuk meg, hogy a bevezetetből kivonjuk a reagáltat, tehát kettőből 1,5-öt maradt 0,5 mol, az etanolt úgy szintén, 3 ha kivonjuk az 1,5-öt az egyensúly után megmaradt 1,5, a termékek, amik keletkeznek, azok maradnak meg. Ahhoz, hogy kiszámítsuk a keverék mol százalékos összetételét, a megmaradt, tehát utolsó sorban szereplő mol számokat adjuk össze, az összmol szám az 5 mol hogy hány százalékot képviselnek a termék, az anyagok, akkor ugye használjuk a hármas szabályt, 5 molnak megfelelő 100 akkor 0,5 molnak x, és mivel az etanol, észter és víz ugyanabban molszámban képződik, vagy van jelen, akkor egyszer használtam 1,5 molnak y. Ennek alapján kapjuk, hogy a, a mol százalékos összetétel a keverékben 10 százalék ecetsav, az etanol, észter és a víz, mivel megegyezik, ennek az értéke 30 százalékot képviselnek külön-külön. Következő feladatunk, szintén egy ecetsavas, egy 20 százalékos ecetsav oldat, 240 g vizet tartalmaz. Számítsa ki az ecetsav és a magnézium reakció során keletkezett magnézium acetát mennyiségét molban, és a fejlődött gáz térfogatát 27 Celsius fokon, fokon mérsékleten, és 0,3 atmoszféra nyomáson. Ehhez is elsősorban a reakciót írjuk fel, amint látható, két mol ecetsav reagál a magnéziummal, keletkezik a magnézium acetát és hidrogén gáz fejlődik. A, az első részben figyel, vigyázni kell, mert itt 240 g vizet tartalmaz, és nem az ecetsavra vonatkozik a tömegszázalékos. Tehát hármas szabály alapján 100 g oldatban, ha van 20 g ecetsav, akkor a maradék az 80 g víz a megadott 240 g víznek megfelelő ecetsav tömege az 60 g, tehát ez fog reagálni a magnéziummal. A reakció során ugye kérik a magnézium acetát molt mennyiségét. A két mol ecetsav ugye 260 g-ból keletkezik egy mol magnézium akkor a 60 g-ból látható, hogy annak a fele, vagyis 0,5 mol magnézium acetát. A következő lépésben a gáz térfogatát fogjuk kiszámítani. A reakció egyenlet szerint, ugye egy mol magnézium-acetát keletkezések során ugyanannyi mol hidrogén is keletkezik, akkor felhasználva az előbbi adatot, 0,5 mol magnézium-acetátnak ugyanannyi mol hidrogén felel meg. Itt vigyázni kell, és azért választottam ezt a feladatot, mert néha előfordul ilyen típusú feladat is, hogy nem normál körülmények között kérik a gázt, hanem valamilyen ettől eltérő körülmény. Először is a, kiírtam az adatokat, a nyomást, a hőmérsékletet vigyázunk, mert át kell alakítani Kelvinbe, és a moltszámot. Ahhoz, hogy a feladatot meg tudjuk oldani, alkalmazunk a 9. osztályban tanult gázok állapot egyenletét, ami itt van feltüntetve. Innen kiemelve a térfogatót, megkapjuk a következő összefüggést, behelyettesítve megkapjuk a végeredményt, ugye, ami 41 liter hidrogént eredményez az adott reakció körülmények között. Következő feladat, egy más típusú, ami a karbonsavakhoz kapcsolódik, és pedig a szöveg a következő. Írja le annak a legegyszerűbb alifás telített szénláncú monokarbonsavnak a szerkezeti képletét, amely egy aszimmetrikus szénatomot tartalmaz, Számítsa ki annak az ecetsavnak a tömegét, mely ugyanannyi szenet tartalmaz, mint 20,4 g karbonsav. Hát itt már előre be van írva, beírtam a ecetsav, ugye a legegyszerűbb monokarbonsav, és az, az aszimmetrikus szénatomja ez itt található, és az ecetsav ugye kettő metilbutánsav. Ennek az összmolekula képlete itt látható, szén 5, hidrogén 10, oxigén 2. És akkor nézzük meg a számítást is. A, az izopentánsavnak is nevezhetjük a zecet savat. Ennek a mol tömegét, ha kiszámítjuk, ugye látjuk, hogy 132 g per mol, és ebben meg kell határozzuk a szén mennyiségét, tömegét. 102 g van, ugye 5 x 12 g szén az 60 g szén, akkor a 20,4 g savban az x egyenlő 12 g szén. Ezt alkalmazni kell az illető ecetsavra is. Ahhoz először kiszámítjuk az ecetsavnak a molekula tömegét, ugye itt látható, hogy emelegyen 60 g per mol a neki megfelelő szén mennyiség 60 g-ban van, két szénatom, 212 a 24 g szén, az előbbi mennyiségű szén a 12 g-nak megfelelő ecetsav az 30 g. Tehát a 30 g az ecetsav mennyisége, amelyben ugyanannyi szén van, mint az előbb megadott karbonsavban. Következő feladatunk, egy más típusú, és pedig egy telített monokarbonsavban az oxigén tömeg százaléka 43,24. Határozza meg a karbonsavat, írja le az észterezési reakciónak egyenletét etanollal, és számítsa ki 2 mol karbonsavból keletkezett észter tömegét gramban, tudva azt, hogy a kapott keverék 0,5 mol karbonsavat tartalmaz. Első lépésben meg kell határozzuk a karbonsavat. Kiindulva a feladatban megadott tömegszázalé, oxigén tömegszázalékával, százalékából, a következőképpen felírt hármas szabály, 106, 100 g savnak megfelel 43,24 g oxigén, mivel monokarbon van szó, tudjuk, hogy abban két oxigénatom van, aminek a tömege 32 g, és akkor ennek már a molekula tömeg fog megfelelni, ami 74 g per mol. Ahhoz, hogy meghatározzuk a karbonsavat, felhasználjuk a monok, monokarbonsavaknak tanult általános képletét, amit látható, szénen H2N oxigén 2, behelyettesítve a megfelelő atom tömegeket, kiszámítva az egyenletet, kapjuk, hogy N egyenlő 3, a megadott karbonsav, vagyis a, a kapott karbonsav az 3 szénatomos, tehát a propánsavról van szó. A ugye kéri a feladat, hogy írjuk le ennek a karbonsavnak az észterezési reakcióját etanollal. A reakció itt látható: a propánsav, az etanol, etanollal euh, reverzibilis reakció keletkezik, az etilpropanát és a víz. Az ehhez kapcsolódó feladat, tehát két mol-karbonsavból keletkezett észtertömegét kell kiszámítsuk. Először is azt nézzük meg, hogy két mol karbonsavat vezetnek be, de nem alakul át, mert azt mondja, hogy a kapott keverék, tehát az egyensúly itt látható reakció szerint keverékben még van 0,5 mol karbonsav, tehát azt jelenti, hogy nem az egész mennyisége reagált. Ehhez ugye felhasználjuk azt, hogy a kiinduló és a megmaradtot, ha kivonjuk, megkapjuk, hogy 1,5 mol propánsav reagált és a továbbiakban ezt a számot fogjuk alkalmazni. A következő lépésben kírja az észter tömegét. Reakció egyenlet szerint ugye egy mol propán savból látható keletkezik egy mol észter, akkor az 1,5 mol, 1 ,5 mol propán sav, ami reagál, neki megfelelő észter szintén 1,5 mol. A az észternek a tömegét kéri a feladat, akkor ehhez kiszámítjuk az észternek a mol tömegét. Ugye az összevont molekulat képlet alapján kapjuk, hogy az észter molekula tömege 102 g per mol, megszorozva az 1,5 mollal, ugye ismert kifejezés vagy hármas szabályjal is kapjuk, hogy a keletkezett észter 153 g. Következő feladatunk. Egy semlegesítési reakcióról van szó, és pedig a következőképpen hangzik. Egy 80 g 15 tömegszázalékos ecetsavat 600 ml 05 mólos káliumhidroxid oldattal titrálnak. Határozza meg, melyik anyag van feleslegben, és mennyivel mólban. Az ehhez tartozó reakció ugye az ecetsav káliumhidroxiddal keletkezik, a káliumacetát és a víz. Az első az, hogy kiszámítjuk a, az, els, az, első oldat, ugye az ecetsav van megadva, azzal kezdtem, hogy mennyi a tiszta ecetsav. Ugye a hármas szabály vagy tömegszázalékos koncentráció segítségével. 100 g oldatban van 15 g ecetsav, akkor az adott 80 g oldatban a feloldott ecetsav tömege 12 g. Hogy tudjuk összehasonlítani, az ecetsav tömegét átvittem molba, és pedig az ecetsav mol száma, ugye az ecetsav molekula tömegét már az előbbiekben is számítottuk, a mol tömege 60 g, aminek megfelel 1 mol. A megadott oldatban levő 12 g ecetsavnak megfelelő molszám 0,2 mol. Nézzük meg a következő, a káliumhidroxid oldatban a feloldott mólok számát. A, kon a mol koncentrációból kiindulva, ugye vagy hármas szabály vagy képlettel, itt hármas szabályt alkalmaztam, egy liter oldatban van 0,5 mol káliumhidroxid, akkor a 0,6 liter, ugye a 600 millilitert át kell alakítsuk literre, és akkor így kapjuk a 0,6 literben a feloldott n káliumhidroxid mol száma az 0,3. A továbbiakban ugye megnézzük a reakció egyenletünket, és itt látjuk, hogy egy mól sav reagál egy mól káliumhidroxiddal, tehát a mólok száma megegyezik. A kiinduló oldatokban viszont itt a 0,2 mol ecet sav van, és 0,3 mol káliumhidroxid. Ugye itt láthatjuk, ha összehasonlítsuk az előbbi sorral, hogy a káliumhidroxid az, aki feleslegben van, és hogy mennyivel, ugye kivonjuk a megadott mennyiségből a reagáló mennyiséget, és megkapjuk, hogy a káliumhidroxid 0,1 mol-nal van feleslegben. Tehát az megmarad a titrálás során. Következő feladatunk, ugye azt mondtuk, hogy zsírsavak és detergensekről is lesz szó, ehhez kapcsolódó feladatok. A következő egy zsírsavas feladat és pedig a következő. Egy 150 g tömegű telített zsírsavat, 300 ml 2,5 mólos koncentráció káliumhidroxid oldat semlegesít. Határozza meg a zsírsavat, számítsa ki a keletkezett kálium tömegét. Először is felírjuk a reakciót, tehát a zsírsav, ami a karbonsavakhoz tartozik, káliumhidroxiddal keletkezik a kálium só és a víz. Az első lépés a számításunkban, hogy a feloldott kálium-hidroxid oldat molszámát határozzuk meg az oldatban, és pedig, ugye itt megint hármas szabályal dolgoztam, tehát itt vannak az adatok, ezeket felhasználva kiindulhatunk abból, hogy egy liter oldatban van 2,5 mol kálium-hidroxidunk, akkor a 300 ml átalakítva literré 0,3 10 liter oldatban az N a feloldott káliumhidroxid. Innen az N-et meghatározva kapjuk, hogy 0,75 mol káliumhidroxidunk van feloldva az oldatban, és ez vesz részt a reakcióban. Következő lépésben a reakció egyenlet szerint ugye határozzuk meg a zsírsavnak a molekula tömegét ugye itt egy kicsit, hát lehetett fordítva is írni, hogy 150 g megadott zsírnak megfelel 0,75 mol, káliumhidroxid akkor az egyenlet szerint, ugye 1 mol káliumhidroxid reagál, ennek megfelelő zsírsav tömege az már pont a molekula tömeggel lesz egyenlő, ha meghatározzuk innen az emmet, és megkapjuk, hogy a zsírsav mol tömege 200 g per mol. Ezzel fogunk továbbiakban dolgozni, és pedig felhasználjuk a zsírsavnak az általános képletét. Ezúttal behelyettesítjük a szén hidrogén oxigén atomtömegeket tömegeket, összevonva az egyenletet, megkapjuk, hogy 14 plusz 60 egyenlő 200-zal, az egyenlet megoldása után kapjuk, hogy N egyenlő 10-zel, tehát egy 12 szénatomos telített zsírsavunkról van szó. A ki kell számítsuk a reakcióegyenlet szerint keletkezett kálium szappan tömegét. Most már tudva a zsírsavat, ugye behelyettesítve az N-helyébe a tízet, még egyszer felírtam a reakció egyenletet, és felhasználjuk az adatokat. Vagyis reakcióegyenlet szerint egy mol zsírsav, aminek a molekula tömegét már az előbb meghatároztuk, 200 g. Ha kiszámítjuk a kálium szappan, vagy a kálium só tömegét, ugye az 238 g, akkor a nekünk megadott 150 g zsírból 178,5 g kálium szappan vagy kálium sónk keletkezik. Következő feladatunk, mosószappanhoz kapcsolódik, mint tudjuk a mosószappanok különböző nátrium, palmitátot, stearátot, glicerint, parfümöt, vizet és egyéb anyagokat is tartalmaz. A feladat a következőképpen szól egy 500 g-os mosószappan, mely tartalmaz 0,5 mol palmitátot, 0,25 mol nátriumsteorátot és 0,75 mol glicerin tartalmaz. Persze egyebeket is ne felejtsük el. Számítsuk ki a megadott komponensek tömegszázalékát a szappanban. Tehát molban van megadva, és tömegszázalékot kérnek, erre is mindig vigyázzunk, tehát át kell Érjünk. Először is kiszámítjuk a nátrium tömegét, kiszámítjuk a molekula tömegét, 278 g per mol, ennek megfelel 1 mol, és alkalmazva az összefüggést, ugye nekünk 0,5 mol adnak meg akkor ennek a tömege a fele lesz, vagyis 139 g nátrium-palmitát. Ugyanezt elvégezzük a nátrium is, ugye kiszámítjuk a nátrium molekulatömegét, 306 g per mol, akkor a 0,25 molnak megfelelő tömeg lesz 76,5 g nátrium stearát. Hasonlóan a glicerinnel is, a glicerinnek a molekula tömege 92, akkor a 0,75 mol, glicerinnek megfelelő tömeg 69 g. A megadott komponenseknek a tömegszázalékát kell kiszámítsuk. Ugye az 500 g szappan mellett még egyéb anyagok is vannak. És akkor a következőképpen, ugye az 5-3-as szabály is lehet, 500 g-nak meg 100%, akkor az előbb kiszámított 139 g-nátrium palmitátnak megfelelő tömegszázalék 27,8%. A nátrium szteoráttal ugyanúgy végezzük el akkor megkapjuk, hogy 15,3% a natriumstearát, a glicerin pedig 13,8%-a. Egy anionos detergens szerkezeti képletét fogjuk megnézni. Számítsa ki a detergens 0,25 moljának tömegét, ha ennek két tartalma 8,6 tömeg Hány mol butánsabban található azonos tömegű szín, mint 124 g detergensben? A detergensnek először is kiszámítjuk a moláris tömegét, ugye felhasználva az adatokat, megkapjuk, hogy a mol tömege 372 g per mol ennek kell kiszámítsuk a detergensnek a molekula képletét, vagyis behelyettesítve az atom tömegeket, és egyenlővé téve a mol tömeggel, megkapjuk, hogy N egyenlő 16, tehát összesen egy 18 szénatomos detergensünk van. Kérik a detergens 0,25 moljának tömegét, molekula tömeget szorozzuk 0,25-tel, ugye egynegyed az 40, 93 gram lesz. A kérik a butánsabban található azonos tömegű szén tömegét, tehát kiszámítjuk először 372 g detergensben van 216 g szén, akkor 124 g -ban 72 g szén. A butánsavban, ugye itt van a képlete, egy mol butánsavban van 4 x 12 g szén, akkor az előbbi 72 g szénnek megfelelő butánsav mennyisége 1,5 mol. Köszönöm szépen a figyelmet, és további sikeres felkészülést kívánok a kedves diákoknak, és ugyanakkor sikeres érettségi vizsgát is mindenkinek.